Vénás tromboembolia, a megelőzhető sorscsapás. Trombózis megelőzés baleseti sebészeti és ortopédiai betegek esetében. A vénás tromboemboliát, más néven vénás vérrögképződést a sebészek, a baleseti sebészek a legyőzhetetlen ellenségeik egyikének tekintették. Évtizedekkel később már tudjuk, hogy nem váratlan derültékből bekövetkező villámcsapásról, nem sorscsapásról, hanem műtét utáni vénás tromboemboliáról van szó. Megelőzés nélkül a vénás tromboembolia a baleseti sebészeti betegek 10-80%-át veszélyezteti. Különösen igaz ez a nagy vénás trombózis kockázattal járó nagy műtétek után, például a csípőprotézis esetében. A mélyvénás trombózis gyakorisága változik egy vagy több testrészt érintő, nagy baleseti sérülések esetén. Megelőző kezelés nélkül az arc, nyak és mellkas sérülései külön-külön 41%-os arányban okozhatnak trombózist. Megelőzés és kezelés nélkül a gerinc sérülések 68%-ában, az alsó végtagi sérülések 66%-ban járnak tromboemboliás eseménnyel. Ugyanakkor az alsó végtagok és a fej együttes sérülésekor a mélyvéna trombózis veszélye 77%-ra nő. A mechanikus és gyógyszeres trombózis megelőzés alkalmazásával a tüneteket okozó mélyvéna trombózis kockázata 2-5%-ra, míg a tüdőembólia esélye 0,2%-ra csökkenthető. Miért kell törődni a trombózis veszéllyel? A kezeletlen és megelőzés nem kapó betegek egyharmada meghal. Egyharmadánál a trombózis megismétlődik 10 éven belül, egyharmadánál pedig súlyos késői szövődmények alakulnak ki. Ezt nevezzük krónikus vénás keringési elégtelenségnek, vagy posztrombotikus szindrómának. A vénás tromboemboliának két megjelenési formája van. Az izmok közt futó erekben kialakuló vérrög elzárhatja a lábszár vagy comb ereit, ekkor mély véna trombózisról beszélünk. Tüdőemboliáról akkor beszélünk, mikor a vérrög egyik része leválik, és keringéssel a tüdőbe jutva annak ereit vagy főerét elzárja. A tüdőembolia egy légszomjal, fulladásérzéssel járó életet veszélyeztető állapot, mely hirtelen lép fel és azonnali kórházi ellátást igényel. Sokszor egyéb tünetek is jelentkeznek, mint szívtáji fájdalom, gyomorszáj körüli panasz, ezért a tüdőemboliát nagy imitátorként is szokták emlegetni. A vénás tromboembolia kockázatát növelő baleseti sebészeti rizikófaktorok. Transfúzió, maga a sebészeti beavatkozás, medence, comb és lábszártörés, többszörös trauma, úgynevezett politraumatizált beteg, gerincvelő sérülés, fejsérülés, sokk a kórházi felvételkor, vénasérülés, vértelenítés a sebészeti beavatkozás területén, 3 napot meghaladó lélegeztetés, a sérülés és az operáció között eltelt idő, maga a műtéti beavatkozás időtartama, teljes vagy részleges mozgáskorlátozottság, a sérült végtag izompumpájának a kiesése. Miért okozhat a műtéti beavatkozás vénás tromboemboliát? A műtéti beavatkozás során olyan problémák adódhatnak, amelyek az érfal sérülésével, az izmok, lágyrészek sérülésével gyakorlatilag helyet teremtenek a trombózis, illetve az ebből eredő embolia kialakulásának. Miért kiemelt jelentőségű kockázati tényező az ágyban fekvés vagy mozgáskorlátozottság? Normális esetben az izompumpa az egy nagyon fontos keringés gyorsító tényező. Akkor, amikor ágyban fekszünk, akkor ez az izompumpa nem működik. Ez trauma esetén, különösen olyan betegeknél, például gerincsérülteknél, medencesérülteknél, akiknek teljes ernyett állapotban van az izomzatuk, ez egy nagyon fokozott veszélyt jelent. Hasonlóképpen, hogyha bármi okból fekszünk és nem járkálunk, akkor ez az izompumpa nem működik, a vénás billentyűk nem tudnak megfelelőképpen funkcionálni, és emiatt, a sztázis miatt a vér könnyebben megalvad az erekben. Megelőzhető-e a vénás tromboembolia? A kockázata nagy mértékben csökkenthető, 100%-ig nem előzhető meg. A megelőzésnek két fő csapás iránya van. Az egyik az úgynevezett mechanikai profilaxis, amit már nagyon régóta használnak. Olyan módszerek alkalmazása, hogy a beteg minél előbb mobilizálható legyen.
Ha nem mobilizálható, akkor olyan mechanikus segítő eszközöket, pneumatikus manzsettákat, fásli használatot, mozgatógépeket használunk, amivel a hiányzó izompumpát meg tudjuk segíteni, illetve a vérkeringését fel tudjuk gyorsítani. Ez a mechanikai oldal. A nagy változás az utóbbi évtizedekben elsősorban a kémiai profilaxisban van, amikor olyan gyógyszereket adunk, amik a heparinhoz hasonló derivátumok, alacsony molekulasúlyú heparinok, és ezek képesek a vért oly mértékben meghígítani, hogy az alvadás kockázatát jelentősen képesek csökkenteni. Meddig alkalmazzuk a megelőzést? Ez egy mindennapos kérdés a betegek körében, teljes joggal. Gyakorlatilag a trombózis embolia kockázata statisztika szerint a 7.-9. nap körül csúcsosodik ki, illetve van egy másik csúcs, úgy a 25-27. Nap körül. Ezért általánosságban azt szoktuk mondani, hogy kiskockázatú betegnél, kiskockázatú műtétnél ez egy 10 napos megelőzést jelent, nagy kockázatú betegnél 35 napos standard időszakot jelent. Azonban ez változhat a betegség súlyosságától függően, hogyha a beteg nem képes terhelni, akkor lehet, hogy 2-3 hónapig is alkalmazzuk, például a medencetörések, combcsonttörések esetén. Ez az egyik fontos momentum. A másik, hogy nem ér véget ez az prevenció a kórházi tartózkodással, hanem sokszor ezt otthon is kell folytatni. A legjobb az, hogyha a beteg érdeklődik orvosánál, hogy abba hagyhatja ezt a kezelést, és amíg a kezelő orvosa nem mondja azt, hogy igen, most már nem kell alkalmazni, addig folytatja a kezelést. Mi történik, ha a beadás helyén kékes elszíneződést, hematómát észlel? Ez egy elég szokványos, talán nem is szövődmény, hanem tünete az alacsony molekulasúlyú heparin beadásának. Ez lehet technikai problémából eredő is, nem kell megijedni tőle, ha ezek picik, jelentősebb fájdalmat nem okoznak, akkor néhány nap alatt eltűnnek. Megelőzni úgy lehet, hogy gondosan adjuk be, másrészt pedig különböző helyekre adjuk be, hogy egy helyen kevés alkalommal károsítsuk a rágyrészeket. Tehát a has egyik oldalán, másik oldalán váltogatva kell beadni ezeket a szereket. A tromboembólia megelőzésében a nagy változás a modern gyógyszeres profilaxis bevezetése jelentette. Mindenkor törekedni kell a mélyvénatrombózis és tüdőembólia kockázatának csökkentésére.